Már egészen kicsi kortól kezdve nagyon fontos szerepet játszik a gyerekek életében a mese és a meseolvasás. Hogy miért? Azt elmondja nekünk Wagner Ferencné Etelka, óvoda pedagógus, de előtte hallgassunk meg egy mesét Badó Ábristól, a Kőlevest. Jó reggelt kívánok! Csücsülsz, Ábris, úgy mondod el? Na, jól van. A kőleves. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy háborúból hazatérő szegény katona. Rongyosan és éhesen ment egyik faluból ki, a másikba be, de bizony sehol se kínálták meg egy falás kenyérre, vagy egy kis meleg levesse. Bekéretkedett az egyik házhoz is, kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek tettették magukat, akiknek semmiük sincs. Elhatározta magában a katona, bemegy a legelső faluba, bemegy a legelső házba, és lakjon ott bárki is, levest főz magának. Be is ment a legelső faluba, és az útról felvett egy jó nagy követ, és bement a legelső házba. Itt egy öreg asszony lakott. Jó napot, öregem, adjon Isten vitézram. Hát hogy mint szolgál az egészsége? Hát szolgál, ahogy szolgál. Hát vitézramnak hogy szolgál? Hát nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál. De nagyon éhes vagyok. Úgy ennék valamit, ha volna, aki szívesen adna. Jaj, lelkem, vitézram, adnék, ha volna, de én is olyan szegény vagyok, mint a templom egere. Semmim sincs, tiszta üres a kamrám, a padlásom, üres mindenem, még egy falás sincs idehaza. Jó van, én nem vagyok olyan szegény, mint az látszik, van a zsebembe egy jó nagy kő, ebből én tudnék levest főzni, csak kellene egy üstöcske, vagy egy fazék. Nagyon kíváncsi lett az öreg asszony, milyen lehet az a kőleves. Fazekat éppen adhatok, mert az van elég, csak az nincs, amit belitehetnék. A katona megmosta a követ, az öreg asszony tüzet gyújtott, a katona vizet töltött a kőre. Időnként egy jó hosszú fakanállal megkevergették. Akkor már forrt a víz, így szólta. Mit csinál a katona? Amikor forrt már a víz, a katona megkóstolta. Jónak jó, de ha egy kis só volna bele, akkor még finomabb volna. Hozok én sót, van nekem. Sürgülődött az öreg asszony. És már hozta is? És a katona beletette a sót. Kevergeti a katona, kóstolja. Egy kanálka zsírja volna, akkor még finomabb lenne. Van nekem az is, mondta az öreg asszony. Hozok egy kanálka. És akkor zsírt, és a katona azt is beléreztette. Kevergeti a katona, kóstolja. Tudja, én gyakran főzök kőlevest, és elmondhatom, hogy akkor a legfinomabb, ha egy kis kolbász is kerül bele. Van nekem az is, hozok én egy darabot a kamrából. Be is ment az öreg asszony a kamrába, és a katona utána kiáltott. Hozzon már két darabot, öreg anyám, mert nekem is kell egy, meg magának is. Hozok, hozok, kiáltott vissza az öreg asszony. A katona beletette azt is a fazékba. Beletette azt is a fazékba. Kevergeti a katona, kóstolja. Ha egy pár szem pityókája volna, azt még gyorsan beléapríthatnánk, és egy kis zöldség is volna, akkor lenne igazán fölséges ez a leves. Van nekem az is, hozom mindjárt, mondta az öreg asszony. Gyorsan hozott egy pár szem pityókát, zöldséget, azt gyorsan meghántolták, felaprították, így bele a levesbe. Kóstolja. De csak meg maga is milyen jó. Hát sohase hittem volna, hogy a kőből ilyen jó leves lehessen főzni. Hagyták még egy kicsit főni, és akkor itt szólt a katona az öreg asszonyhoz. Még egy pár szem rizs is jó lenne bele, ha volna. De ugye az nincsen? Van nekem az is. Most már tisztára olyan ez a leves, mint amilyennek én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön? Megvárták, még megfőjön. És akkor szedett a katona egy jó nagy tányérral az öreg asszonynak egyet magának, és jó ízűen megették.
Nem győzött eleget csodálkozni az öregasszony, miként lehet a kőből ilyen jó levest főzni. Mikor? Nem akarlak félbeszakítani, nagyon-nagyon ügyes vagy, csak azért, hogy egy picit a meséről is tudjunk beszélni. Nagyon ügyes vagy, Ábris, és gratulálunk neked, mert tényleg ilyen hosszú mesét megtanulni, azért ez egy nagyon komoly dolog, főleg ennyi idősen, mert hogy hány éves is vagy pontosan? 6,5. 6,5. Szenzációs volt. Nagyon ügyes voltál. Mikor kell ezt elkezdeni? Mikortól tudjuk azt mondani, hogy a mese most már játszon igenis fontos szerepet egy gyerek életében? Bármelyik pillanatban. Teljesen kicsi kortól kezdve, az állatmesékkel, a láncmesékkel elkezdve, a későbbi életkorba pedig folytatva a tündérmesékkel, a bonyolultabb mesékkel, már nagy csoportban a verses mesékkel, illetve a folytatásos mesékkel. Mennyire nyitottak a mai gyerekek a mesére? Hát nagyon szeretik, az az igazság, mert ez élő szóban hangzik el, nem egy mesterkélt. Elektronikus vagy virtuális így, valami. Így igaz. Szívesen kérik is, várják is, már van olyan nap, amikor reggel úgy fogadjuk őket az óvodába, főként kis csoportba, ugye, mert az anyától való elválás az nehéz, hogy már a szőnyegen ülve, egy kis mesesarokba, mesekuckóba bebújva, óvónénihez hozzábújva szívesen várják és hallgatják. Én például azt vettem észre, hogy én amikor mesélek a lányomnak, akkor az teljesen más neki, amikor ugye a tabletten vagy a tévén nézi a mesét, viszont sokkal jobban beleéli magát úgymond az élőszavas mesélésbe, és én mondjuk altatáshoz nem tudom használni azt, hogy mondjuk mesélek neki, mert olyan, mintha sokkal jobban felébredne attól, amikor mesélek neki. Mert nem jó mese témát választanak. Mert hogy nem a pénzkeresési lehetőségekről kellene beszélni. Miért vagy ilyen? Nem, nagyon-nagyon kedves. Hát életkor függő, meg kell választani azt, hogy egy nyugtató mese legyen. Uh-huh. Nem egy fölbojdító, egy tréfás mesét kell alvásidő előtt mesélni, hanem ami lenyugtatja a gyerekeket. És bocsánat, még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az élő mesemondás, tehát ami személyes a szülő és a gyerek között, az egy fontos érzelmi kapcsolat is, ami meghatározó lehet későbbiekben így is. Van, és ez egy kihagyhatatlan szerintem, és egy megismételhetetlen, mert ez az időszak nagyon hamar elmúlik. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha mondjuk kreatív szülők vagyunk, és látunk egy mesekönyvet, akkor elrugaszkodhatunk-e a témától, vagy kitalálhatunk-e mi is a képekhez valamit? Tehát fejlesztjük-e azzal a saját kreativitásunkat, és adunk-e többet azzal a gyermekünknek? Természetesen. Még olyat is lehet, hogy a felnőtt elkezdi a mesét, és a gyermek befejezi. Vagy amikor már későbbiekben ugye ügyesebbé válik, ő kezdheti el a mesét, és ráveszi a szülőt, hogy ő fejezze be. Nehéz megtanulni egy ilyen mesét, Ábris? Nem. Nem volt nehéz? Három oldal, ne szórakozz! De tényleg? Ha igazából van egy érzelmi kapcsolata a gyereknek, egy érdeklődése a mese iránt, akkor az sokkal könnyebben tanulják meg. Hogy van náluk a tanulási folyamat, hogy először tanulják és utána értelmezik, vagy először értelmezik a mesét és utána tanulják? Hát ez... Mert ugye ennél, egy ilyen jellegű mesénél, ahol azt gondolom, hogy nagyon szép maga a mese, de olyan régi szavakat is használunk, amit mondjuk a mindennapokban már nem, azt valószínűleg el kell magyarázni, hogy mi mit jelent. Azzal kezdődik a mesemondásunk, hogyha ismeretlen szavak vannak, akkor azzal kezdjük, hogy elmagyarázzuk, vagy a mesébe beleszőjük a magyarázatot is. Uh-huh. Fontos az, hogy mondjuk egy ilyen meseolvasással az, akinek van erre képessége, mondjuk a későbbiekben a kommunikációját is fejleszik? Természetesen. A képzeletét fejleszti, a fantáziáját, a kommunikációját, a belső képi világát. És gyakorlatilag mindent ad egy mese, ami természetesen, a igen. Mert hogy ez az ő kis saját varázsvilága. Hát meséljünk sokat a gyermekeinknek, és szerintem egymásnak is, ez nagyon fontos. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogy ezt a nagyon hosszú mesét elmeséltek. Nagyon ügyes vagy, Ábris, köszönjük, hogy elmondtad. Mi is köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.